Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Csenge Lightning-on vagyok, és újabb szerda! És itt vagyunk Marlennen. És kaptunk egy új tárgyat. És én nagyon kíváncsi vagyok rá, még nem néztem meg, csak elolvastam. Jó, annyira nem jó, de... Azért jobbra számítottam. Addig egy kicsit mesélek, míg elmegyünk Pinterbe. Gondolom már gyanítjátok, hogy miért. Mégpedig újabb sirályokat hoztak be. Ráadásul 3 darabot. És mindenki nagyon szomorú, mert még a kalterek elmentek. És a fjordok nem jöttek vissza. De... Minket ez nem érdekel, mert további csodás frissítést kaptunk, és nagyon-nagyon sok mindent kijavítottak. Örülünk neki, örülünk és virulunk, de minket nem tart vissza semmi. Most nem fogok sirályt venni, mert nekem bőven elég az az egy, meg ha valamilyen állatot veszek, akkor valószínűleg Mistrókán, vagy olyan terriert veszek, és igen, ha jól tudom, kaptunk egy újabb küldetést is, mégpedig Avalontól, azt hiszem, hogy valami rémálma van, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem rémálma van, vagy sokszor álmodik a kalterekkel, nem tudom. De mindegy, és tőle kaptunk egy küldetést, illetve ha láttátok a Ilva és Matilda videóját, láthattátok, azt hiszem majdnem a második percnél, hogy Ilva mellett ott volt egy fjord ló. Szóval annyi biztos, hogy már kaptunk egy kis... idézesen ízelítőt, hogy milyenek lesznek a fjordok, és nagyon-nagyon klasszak, de itt van Szela, nem tudom, hogy kell kérteni, és tőle lehet venni 3 sirályt, igen. Látom, lovagol, szereted a lovakat? Akkor tudom, hogy imádni fogod a sirályokat. Hogyan? A sirályok A sirályok kalandvágyó lények, akik gyakorlatilag majdnem mindenre képesek, akárcsak az az érzés, amelyet egy lóval való kötődés során érzel. Tulajdonképpen teljesen biztos vagyok abban, hogy már van kötődés közted és a sirály és egy sirály között. Csodás, de miért állnál meg egynél? Ahogy mindenki tudja, a sirályok csapatban dolgoznak a legjobban. Kétlet, hogy a sirályból egy... Kétlet, hogy egy sirályból jó kis kedvenc lenne? Normál körülmények között lehet, hogy igazad lenne, de ezek olyan sirályok, amelyek a GED olajfoltokról mentettem ki, és minden jó, és mind jó otthonra vágyna. Te lennél az otthon? Te lennél az az otthon? Nem tudom. Nézz körbe, rengeteg sirály van, akik mind arra várnak, hogy valaki a szárnyai alá vegye őket. És itt vannak nagyon-nagyon cukik. Nekem egyébként ez a középső tetszik. Ne, pont nem látjuk. Így. Na jó. Ezt innen. Nekem ez nagyon tetszik, annyira cuki. De ugye a többi is nagyon-nagyon aranyos, de hát nekem mégiscsak ez az aranyos áll a szívemhez legközelebb. De mindegy. Jövő héten lesz lópiac. A Golden Hill-ben a nyugati foghalászfaluban. Engem nagyon zavar, hogy ilyen fura neve van. Ne, viszketett a nózim. De akkor most irány véldél, és megnézzük Avalont, hogy mi újság van mostanában vele, mert nem tudom.
És akkor gyorsan keresünk egy olyan, hogy Vildérfalu, és akkor találkozunk Vildérfaluban. De hát akkor itt is vagyunk Avalonnál, és beszélgessünk egy kicsit vele, hogy hogy s mint van az öreg, mert végtére is szinte halhatatlan. Annyi fagyott test, végül vég nélküli tél lehet, hogy ez? Bocsáss meg, Csenge, még mindig zaklatott vagyok a tegnap éjjel látott álom miatt. Viharos, sötét felegek szálltak le éjszakról, véldél hóba burkolva. Barátok és családtagok jégtömbök fogságában. És az a kiáltás, mennyi fájdalom volt benne. A druidák óvása alatt álló területen túlról hallatszott a jégkapun túlról. Biztos vagyok benne, hogy csak rémálom volt, semmi több. És mégis a holdkör erejével bírók körében előfordult már, hogy olyan álmot vagy látomást láttak, amely később valóra vált. Nem minden álom jósolja meg a jövőt, és nem minden jóslatot kell szó szerint értelmezni, ami ezt az ajándékot, idősen, inkább átokká teszi, és mi druidák igyekszünk óvatosan kezelni. Ne feledjük, mi történt szegény trójai Kasszandrával. A látomás súlyát figyelembe véve talán még éri, hogy tovább vizsgáljuk. Csenge, már hallottál a kalterekről, ugye? Barátságos nép, bár kicsit zárkózottak, és a jégkapun túlélnek. Hallottam olyan szóbeszédet, amely szerint küldötteik vannak a kapun kívül, esetleg már meglátogathatnád őket, hogy megbizonyosodjunk. Minden a lehető legnagyobb rendben arra feléjük. Utána letudhatom ezt az álmot, egy egyszerű rémálomként, és újra jól aludhatok. Jó! Akkor most valószínűleg el kell menni a jégkapuhoz. De nem tudom. Inkább Lusalitóval megyek, mivel elfelejtettem, hogy hidegvérűvel kéne jönni. És ja, de az is lehet, hogy gyorsan hazamegyek, lovat váltok, és akkor jövök, de még kitalálom, találkozunk a kalterek helyén, idézőjelesen. Na, itt vagyunk. Wow. És ott vannak a kalterek, és elmentek. Csórók, miért hagytok itt? Nagyon gonoszak. Még egy ilyen bandát. Ti mit csinálnátok a helyembe velük? Írjátok meg kommentbe. Egyébként nem értem, miért nem így becsukják. Miért így lenyomják, de baj. Hát jól van. És elnyomtam, mindegy. Miért távoztak a kalterek olyan sietve? Ez arra lenne bizonyíték, hogy Avalon álma megjósolta a jövőt. Vissza kellene térnem Avalonhoz, hogy elmondjam neki, mit láttam. Dun dun dun. Jó, akkor találkozunk Vildélben. Megint számomra. Megint számomra egy hosszabb utazás történik. És igen, mint látjátok, hazamentem. És majd a videó végére vágok be kettő képet. És mert lefényképeztem valamit. De meg tudjátok, hogyha végignézitek ezt a videót. Addig is én gyorsan átugrom Pinterődbe. Miért mennék Pinterődbe? Mindegy, Vildélbe, ott találkozunk. Na, itt vagyunk Avalonnál, megérkeztünk. És jó, akkor csak közelebb kellett menni hozzá, vagy nem tudom. Na mindegy. Biztos vagyok benne, hogy a kalterek megnyugtattak, hogy minden tökéletes
hogy minden tökéletesen békés a völgyben, és mi továbbra is aggódhatunk az olyan fontos dolgok miatt, mint a lélek lovasok egyesítése a Darkor elleni közelgő csatára. Ez megnyugtató, mert nem hiszem, hogy kibírnék még egy Kree. Hogy mi? Biztos vagy benne, hogy nem káprázott a szemed? A kalterek a jégkapun túlra menekültek? És egy vérfagyasztó üvöltés? Miért csak a legszörnyűbb álmaim válnak valóra? Pont múlt héten álmodtam, hogy Alex egy kis kutyát hozott nekem, de természetesen még csak egy szemernyi jövőbelátás sem volt abban az elbűvő látomásban. Az egyértelmű, hogy Aiden őrzőinek rajta kell tartaniuk a szemüket a rejtett dinoszaurusz völgyen. Azonnal el is küldök egy mókust a mesterkémhez. Most még ne zavarjon a léleklovas. Mi? Most még ne zavarjuk a léleklovasokat ezzel. A nővériségnek már anélkül is túl sok a dolga, hogy egy fagyos apokalipszis miatt aggódjanak, haj. Jó. Igen, ez teljesen. Mások. Igen. Hát egyébként szerintem ennyi lenne ez a videó. De hát akkor köszönöm, hogy végignéztétek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, és természetesen ne felejtsetek el feliratkozni, és a kis csengőt benyomni, hogy mindig kapjatok értesítést, hogy mikor rakom fel a videókat. És most a videó végén majd láthattok kettő képet, és egyébként annyira fura, hogy így nem várjatok. Hogy ez konkrétan olyan, mintha ráfolyna a lóra, és így mozogna vele. Látjátok, ott megnyúlik ott a lábánál. Nem mindegy, de akkor köszönöm, hogy végignéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Én Csenge voltam. Sziasztok!